Jó estét kívánok! Önök a 35 percet a Kölcsey Televízió közéleti műsorát látják. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye különösen gazdag évszázadokkal ezelőtt épült földvárakban és régi templomokban. Nem véletlenül foglalkoznak ezek feltárásával olyan sokan. Két napja Szabolcs településen rendeztek konferenciát ebben a témában. Ezzel is várjuk Önöket, de nézzük, mi mindennel még. Fejlődés a Tiszaparton. Kajakos pihenőhelyet alakítanak ki Szabolcs-Veresmarton. Konferencia a földvárakról. Szabolcsban gyűltek össze a szakemberek. Hagyományőrzés. Vitézeket avattak szombaton Mária Bócson. Hamarosan elkészül egy vízi pihenőhely a Tisza partján, Szabolcs-Veresmarton. A beruházást nem a helyi önkormányzat koordinálja, de vélhetően haszna lesz belőle, ha elkészül. Vendégünk Vince Károly, a település polgármestere. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok. Köszönöm. Mit jelent ez a település számára, ez a vízi bázis? Mindenképpen egy csúcspontot a turisztikai fejlődés terén, hiszen a településünk eddig is a turizmusra próbált orientálódva fejlődni. Eddig csak a Tisza hozott egy pici reményt a turisták irányába, de most a rétközi tó fejlődése is nagy segítség abban, hogy a turizmus fejlődjön a településünkön. Mi az, amit a település önerőből tudott a turizmusért tenni eddig? Eddig nem sokat tudott önerőből tenni, a Tisza part fenntartásával próbáltuk a turistákat odacsalogatni. A rétközi tó ugye árvízvédelmi célra épült, tehát ez igazából csak a horgászat, halászat terén tudott egy picit a turistáknak hatást gyakorolni, hogy a településen töltsék a szabadidejüket. Egyáltalán mekkora költségvetésből tud gazdálkodni a település, miből származik bevétel? Csak az állami költségvetésből tudunk. Igazából a helyi iparüzési adónk az nagyon minimális, és nyilván átcsoportosításra került tavaly ez is, de vissza fogjuk kapni az éven az tavaly elvesztett összeget, de ez egy nagyon csekély. Mik a főbb pillérei a költségvetésnek, mire költenek a legtöbb? Hát természetesen bére. Munkabérre a legtöbb, és a kötelező feladat ellátásokra költjük ezeket az összegeket. Mire alapoz fejlődést, illetve hogyan tudja megtartani a lakosságot? Mi az, amit mondjuk a gyerekekért tesznek? Igen, legelőször az elsődleges cél a fiatalok otthontartása. Ezt nem biztos, hogy csak a turizmussal tudjuk elérni, úgyhogy a munkahelyteremtés volt az elsődleges cél. Több nagyobb vállalkozóval már beszélgettünk is ennek a lehetőségéről. Egy nagyobb cég már hajlandó lenne befektetni a településünkön, ez folyamatban van, és természetesen ezzel tudnánk otthon tartani a fiatalokat. Hogyan alakul az aktív lakosság aránya és a szociálisan rászorulók aránya? Sajnálatos, az országos tendenciát követjük mi is. Jellemzően kiöregedő település vagyunk. Ezt nem mondanám itt teljes őszintességgel, hogy így van, de sajnos afelé tendálunk. A fiatalok, a munkahely miatt elmennek nagyobb városokba, ott keresnek lehetőséget a letelepedéssel is. Gondolom, ezt a tendenciát szeretnék megfordítani, vagy megállítani azzal, hogy például az óvoda udvarán fejlesztéseket hajtottak végre. Természetesen. Nagyon fontos a gyerekek jelenléte a településünk életében, ugyanis az óvodáskorúak, hát most teremtettünk egy olyan, a Magyar Falu Program segítségével egy olyan játszóteret, egy olyan pályát, ami szerintem biztosítja a gyerekek fejlődését, és fel tudunk zárkozni a nagyobb városokhoz ezzel. Ha már a Magyar Falu Programot említi, mi az, ami még ennek keretében meg tudott valósulni, vagy ami a közeljövő tervei között szerepel? Legelőször is szeretném megköszönni a magyar kormánynak, hogy kitalálta ezt a programot. Ez a Magyar Falu Program keretében több dolgot is sikerült megvalósítanunk, többek között kettő útunkat tudtunk leaszfaltozni, feljavítani, felújítani. Sikerült mezőgazdasági gépbeszerzés pályázaton traktort vásárolnunk, egy szolgálati lakást felújítanunk, és nyilván az éven is van kettő nyertes pályázatunk, ami folyamatban van, egy urnatemető és egy tanyagondnoki buszszolgáltatású busz vásárlására. A szolgálati lakás kinek a kényelmét szolgálja? A szolgálati lakás, a vezetőóvónőnk foglal benne helyet, ő családjával lakik benne. Mi az, amit a közeljövőben terveznek még? Hát nagyon hosszan tudnék beszélni, tehát terveink nagyon sok van. Nyilván az úthálózatunk teljes rendbetétele, a település központjának a folyamatos felújítása is, és felzárkózásunk nagyobb városokhoz, ugyanis a turizmus nyilván a rétközi tó vonzásából
a településünket érinti legjobban, és szeretnénk olyan környezetet biztosítani, hogy a turisták visszavágjanak erre a településre. Mi az, ami a helyi lakosok kényelmét szolgálja, illetve hogyan segítik azokat, akik szociálisan nehéz helyzetben vannak? Igen, ugye sokan tanévkezdési segélyt adnak. Mi ezt máshogy kompenzáltuk a képviselőtestülettel, ugyanis azt tettük lehetővé, hogy minden óvodás és általános iskolás gyerek ingyen étkezzen a településünkön. Ugye saját fenntartású konyhánk van. Ezzel is kecsegtetnénk oda, hogy maradjanak a településen az iskolás gyerekek és az óvodás gyerekek is. Az infrastruktúra is nagyon fontos, az úthálózat hogy alakul, hiszen ha nem sok munkahely van, akkor sokan elkénytelenek hagyni a települést ahhoz, hogy dolgozni tudjanak. Igen, hát az úthálózatunk az most, hogy említettem, kettő teljesen felújult, kettő útunk van még folyamatban, pályázati lehetőséggel szeretnénk felújítani. Nyilván ez is befolyásolhatná, de nagyobb mértékben a munkahelyteremtés lenne a fő cél, hogy ott tudjuk tartani a fiatalokat. Mi az, ami élhetővé teszi ezt a települést az ott lakók számára? El kell jönni megnézni. Nagyon szép helyen van. Mi a Vizek települése vagyunk, ugyanis a Tisza teljesen körbeöléli a településünket, illetve a Rétközi tó teljes terjedelmében a településünkön van, és ez szebbé teszi a településünket a környezőkhez képest. Vannak-e közmunkások, akiket foglalkoztatnak, akik talán épp ezt a település fejlesztést, illetve rendben tartást végzik? Igen, vannak. Hála Istennek az éven nagyon szépen tudtak dolgozni. Tudtunk a mezőgazdasági programban is olyat termelni, hogy a konyhánknak bedolgoztunk, illetve élelmiszer alapanyagokat mi szolgáltattuk. Tehát próbálunk az önellátás irányába menni. Nyilván még ez kezdeti lépések, de több alapanyagot megtermeltünk a saját konyhánk részére. Mennyire biztonságos ez a település? Én annak mondanám. Tehát a rendőrségi jelentésből is ez jött ki, hogy biztonságosnak mondják településünket. Nyilván akadnak azért problémák, de ezeket igyekszünk helyben, illetve a rendőreivel megoldani. Miért jó Szabolcs-Veresmarton lakni? Nekem fura ez a kérdés, mert én ott születtem. Tehát nekem jó szüleim ott vannak, családom ott van, testvérem ott van. Egyrészt a környezet miatt, másrészt a hagyományai miatt. A halászat, a vadászat jellemző a településünkre. Ez mind hagyományteremtő, és azt, aki ebbe beleszületett és így nevelkedett, azt gondolom szeretné folytatni. Ez is lehet egy ok, de rengeteg ok alá is lehet. Milyen programokat szoktak szervezni? Az elmúlt napokban volt egy kétnapos falusi rendezvényünk. A Sportegyesület és az önkormányzat közös szervezésében tudtuk a Minden Magyarok ünnepe Szabolcs-Veresmarton ünnepi sorozatunk első előadását megtartani. Nívós vendégeink voltak, jobbnál jobb sztár vendégeink, és elég fesztiválos hangulattal zártuk ezt a két napot. Azok, akik elszármaztak Szabolcs-Veresmartról, jellemzően mennyire szívesen járnak vissza? Ugye a mai világban a Facebook az, ami hirdeti a településünk jólétét, vagy a településünk életét, illetve a honlapunk. A visszajelzésekből az idősebb generáció örül a településünknek, és folyamatosan figyelemmel kíséri a fejlődésünket. A fiatal társaság pedig, ha el is mentek dolgozni, szívesen jönnek haza. Ezt bebizonyítják hétről hétre. Minden rendezvényeinken részt vesznek, és ők szabolcs-veresmartiaknak mondják magukat. Legyen is így. Vince Károly polgármester úr, köszönjük szépen, hogy a vendégünk volt ma este. Én köszönöm a meghívást. Szabolcs-Veresmart után egy másik ősi településre látogatunk el. Szabolcsban tartották hétfőn a Földvárak és templomok szakmai konferenciáját. A helyszínen Hellebrand Enikő kollégám járt. A Szabolcsi Vár a Tokajtól 12 kilométerre fekvő Tiszaparti Szabolcs községnek az ékessége. A Földvár nem csak a magyarság egyik legkiemelkedőbb honfoglaláskori építménye, hanem egyben egy egyedülálló műemlék együttes része is. A nagyméretű Földvár a honfoglaló őseink jelentős mérnöki tudását dicséri. A vár fából és földből épült, és az alapzathoz követ is felhasználtak. A vár 33 ezer négyzetméteren terül el, a belső szintjéhez képest átlagosan 11 méter magasságúak a falak.
A vár felépítéséhez 326 ezer köbméter földet, a tartógerenda szerkezetben 15 ezer köbméter fát használtak fel. A kor viszonyait figyelembe véve 1 millió 200 ezer munkaóra szükségeltetett, amely 100 építőmunkással számolva 900 napot vehetett igénybe, azaz 2,5 évig tartó munkafázist ölelhetett fel a vár felépítése. A hatalmas földtömeg összetartására kazettás rendszerű faszerkezetet alkalmaztak. Nagyon izgalmas téma a földvárak, és talán kevésbé is kutatott, mint az olyan látványos kővárak, mint mondjuk Diósgyőr, vagy Reggéc, vagy Füzér, de hát ebben a műfajban kitűnő példák láthatók, illetve pompás, monumentális földvárkonstrukció, a szabolcsi földvár. A jelentőségük egyrészt az építészeti különlegességük, másrészt a koraiságuk, hiszen az államalapításkori első megyeközpontok ezek a földvárak voltak. A szabolcsi földvár pontos születése azonban nem ismert. A múltja az 1000 éves, pontosabban nem tudjuk. Nem tudjuk, mert a faanyagán nem végeztek C14-es vizsgálatot. Tehát pontosan nem tudjuk bekalibrálni. Azt tudjuk, hogy mi előtt épült, mert van egy 1067 körül írott oklevél, amiben azt mondják, hogy itt Szabolcs alatt vezet egy nagyon fontos út, pontosabban, hogy a vár alatt. Tehát az a várnak az első említése. Ez azt jelenti, hogy megépülhetett ez a vár Szent István idejében is, megépülhetett Géza fejedelem idejében is, de lehetséges, hogy korábban. Különösen a utóbbi 10 évben erre a vára odafigyelt a helyi polgármester, Csegei László úr, aki a munkásokkal rendbe tetette. Mert bizony-bizony elég gyakran előfordult korábban, hogy az ecetfák benőtték, aztán mindenféle ilyen gyomfa fette ezt a földvárat. Most nagyon tisztességesen néz ki. Az viszont, hogy csak a megyei értéktárban van benne, és nem tartozik a földvár a magyar nemzeti emlékeik közé, ez viszont a megyének a hibája. Mert Szabolcs-Szatmár Bereg megyének kellett volna, nem most, 30 évvel ezelőtt, még a rendszerváltás előtt a földterjesztést megtenni. Úgy hallom, csiripelik a verebek, hogy ez a földterjesztés az országgyűlési képviselő által hamarosan meg fog történni, és remélem, hogy az a bizottság, amelyik ebbe dönt, az rá fog bólintani a földterjesztésre. A cél ugyanis az, hogy újra közkedvelt és ismert turisztikai célponttá váljon a földvár, és ezzel együtt Szabolcs községe is. Nagyon szerették a általános iskolai tanítók, tanárok idehozni a gyerekeket, ugyanis nem kellett félni semmiféle járműtől. Bevitték a földvár belsejébe, a pedagógusok a fa alá ültek, a gyerekek oda tették a elemóziás táskát, és szabad mozgásuk volt a földvár falain belül. Nem kellett félni, hogy jön egy autó, vagy egy motorkerékpár is elüti őket. Ezt a jellegét ma is megtartotta. Mi a rendszerváltás után, akkor még országos műemléki felügyelőséggel készítettünk egy tervet. Ennek a tervnek a nyomán történt meg a temetőnek is a átrendezése, pontosabban a szétszórt sírköveket hoztuk össze egy csoportba. Akkor történt meg itt a vár alatt egy sétány kialakítása. Szóval ez akkor kezdett először szépülni ez a földvár. Sajnos aztán ez a munka a 2000-es évekkel lezárult, és hát
Azóta nincs is állami támogatás, pedig ez a földvár a magyar állam tulajdona, nem a községé. Ez a magyar állam tulajdona, és hát így államnak kellene a fenntartását is viselni. Magyar mondva, az államnak kellene lenni a jó gondviselőjének. Hát, mint tudjuk, néha eléggé mostanszülékenyt viselkedik. A turizmusnak az infrastruktúrális része Szentemadva van itt. Ez megépült ez a rendezvény ház, ahol most ez a riport készül. Megépült egy fogadó, ahol nem csak a vendégeket szolgálják ki, hanem lakni is lehet. A palubba, ahogy bejön az ember, szintén egy másik kisebb presszó, nem is pici az a presszó, Nyíregyházán is elmenne. És tudom, hogy a faluba itt-ott még vannak vendégfogadásra alkalmas helyek, különösen szálláshelyek. Propaganda kell. Bár én azt mondom, hogy a szájpropaganda a legjobb. Amikor egyik ember a másiknak adja a hírt, hogy érdemes ide tovább menni, és hogyha ez Szabolcsról elterjed, akkor ugyanilyen forgalom lesz itt, mint a Boldogkői váron. Én egy hónapja jártam ott, és teljesen megdöbbentem. Mert én voltam 40 évvel ezelőtt is ott a várnál, alig volt egy-két lézengő ember, ma meg a parkírozóba nem lehet hétvégén helyet kapni. Hát ezt kívánom én Szabolcsnak. Erre pedig minden esély megvan, hiszen a szabolcsi földvár már része a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktárnak is. Talán a legfontosabb értékeink, ezt nyugodtan mondhatjuk, és több szempontból is, és hogyha már itt vagyunk ugye a földvár lábánál, akkor azt mindenképpen ki kell hangsúlyozni, hogy ez egy olyan jelentőségű pontja, olyan jelentőségű település a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének Szabolcs, ugye, ahol a földvár van, ahonnan lényegében kiindult minden, hogyha ezt így szabad mondani. Tehát itt a történelmünknek a bölcsőjénél vagyunk, a magyarságunknak a bölcsőjénél, és ezért nagyon fontos az, hogy ezt a földvárat, amely ilyen remek állapotban fennmaradt, ezt meg tudjuk őrizni, át tudjuk adni az utókornak, mert üzenetet hordoz magával, és ezt az üzenetet pedig nagyon fontos lenne, hogyha méltó helyén kezeljük, és ezért örülünk annak, hogyha a földvárról hallunk, hogyha a földvárat kellőképpen a helyén kezeljük, hogyha az értéktárakban, a különböző rendezvényeken helye van, mert helye kell, hogy legyen, és ezért örülök ennek a mai konferenciának is, mert mind a földvárak, mind pedig a templomok egy olyan kulturális örökséget, egy olyan történelmi örökséget hordoznak magukkal, amelyek a megmaradásunk szempontjából, a magyarság megmaradása szempontjából is nagyon fontosak és kiemelkedőek. Ennek érdekében indítottak egy nagyszabású, országhatáron átívelő projektet is, amely a végéhez közeledik. A Revive Kelts életre a történelmet projekt keretein belül, amelyben Magyarország és Szlovákia mint testvértelepülés közösen valósítottunk meg. A Via Kárpátia Interreg projekt kis projekt alapján keresztül egy éves időtartamon átívelő programot. Ennek a programnak, mint a címe is, hogy Kelts életre a történelmet, a célja az volt, hogy a közös értékek és közös gyökerekre alapozva olyan értékteremtő munkát tudjunk megalapozni, amelyet a jövő generációjának át tudunk adni annak érdekében, hogy nem csak a megyei, hanem az egész országon átívelő értékeinkre is felhívjuk a figyelmet és fontosságát, hogy a hazaszeretetet és az együttműködést milyen fontos, hogy a jövő generációnak átörökítsük. Ezen projekt keretein belül több tevékenység valósult meg. Élő történelemórákon vehettek részt a környező gyerekek. Egy helytörténeti vetélkedővel koronáztuk meg ezt a programot, amelynek keretein belül a megyei értékes általános iskolás gyerekei mérhették össze tudásukat, nem csak a történelmi, hanem a hungarikum is ért közös értékeinken keresztül. Jelenleg, ahogy mondta is, egy szakmai konferencián veszünk részt, amelynek egy célja, hogy a földvárak és a földtörténeti közös értékeket tudjuk bemutatni. Ennek a projekt zárásaként egy szakmailag igen magas és igen gazdag könyvet szeretnénk kiadni, a Szabolcs megyei, a Borsod megyei, mint a felvidéki földvárrendszerről.
A Szabolcson napvilágot látott, nagy mennyiségű honfoglaláskori lelet értékelésekor sok kutató arra az álláspontra jutott, hogy éppen ezen a tájon lehetett a magyar nagyfejedelmek szállása. Szabolcs környékén igen gazdag, 10. századi leleteket találtak, aranyozott ezüstlemezzel borított tarsolyok, aranyveretes szabják és turulmadarakkal díszített hajfonat korongok kerültek napvilágra. A tatárjárás idején a mongol lovasseregek elfoglalták és lerombolták Szabolcs várát, amely ezután elvesztette katonai jelentőségét. 1896-ban milleniumi emlékművet emeltek a vár egyik falán. 1996-ban a honfoglalás milletcentenáriuma alkalmából a bejáratnál elhelyezték Szabolcs vezérszobrát. Különleges élményben volt részük azoknak, akik szombaton Mária Pócsra látogattak. Vitézeket avatott Habsburg-Lotaringiai József Károly főherceg. Körtvéfáji Eszter járt a helyszínen. Különleges élményben volt részük azoknak, akik szombaton Mária Pócsra látogattak. Habsburg-Lotaringiai József Károly főherceg a vitézi rend új tagjait avatta fel a Szent Mihály főangyal görög katolikus templomban. A rendet Horthy Miklós alapította 1920-ban, de az első avatás 1921 tavaszán volt. Tulajdonképpen azért hozta létre Horthy ezt a vitézi rendet, hogy az első világháborúban érdemeket szerzett katonákat valamilyen formában kitüntesse, és mivel a nemesség adományozás intézménye 1918 végével, a királyság megszűnésével, pontosabban a király megszűnésével véget ért, ezért ezt az űrt is igyekeztek bepótolni ezzel az ötlettel vagy gondolattal, hogy a vitézi rendet megalapítják. A vitézavatás látványos lovas felvonulással kezdődött, népviseletbe öltözött hagyományőrzők és huszárok kísérték a leendő vitézeket a polgármesteri hivataltól a templom előtti térre. Az ünnepséget különleges zászlódobást tette látványossá, és ünnepi mise koronázta meg. Az az igazság, hogy azokat a hazafias, keresztény szemléletű embereket, akik valamilyen formában méltókká válnak a vitézi címre, azokat avatjuk, és azért fontos ez a mozzanat, illetve ez a kitüntetés, ha úgy tetszik, mert ugyan megváltoztak az idők, és ma már nem kell attól tartanunk, hogy az országot valamilyen fegyveres fenyegetés éri. De a küzdelem folyik, ma is van egy olyan szellemi, főleg szellemi síkon zajló küzdelem, amely lényegében a nemzeti keresztény erők, illetve a globalista, balliberális erők között zajlik. Ennek láthatjuk számos jelét, ezért úgy gondolom, hogy az, amit szimbolikusan jelképez, jelez a vitézi rend, ami a mai időkre szóló üzenete, az az, hogy szükség van erre a szellemiségre, fontos, hogy legyenek akár külsőségekben megnyilvánuló jelei is annak, hogy vagyunk, hogy szeretnénk megőrizni ezt az országot nemzetként és keresztényként. A vitézi rend első embere Habsburg-Lotaringiai József Károly, aki egyenes ági leszármazottja József Ágoston főhercegnek. Ez a rend szempontjából kiemelkedően fontos. A főkapitányunk, vitéz Habsburg-Lotaringiai József Károly főherceg, királyi herceg, aki azért fontos személyiség a mi esetünkben, mert több vitézi rend is van Magyarországon, mint tudjuk, viszont ez az egyetlen olyan vitézi rend, ez a legitim, mi annak mondjuk, legitim vitézi rend, amely a nemzetközi lovagrendek által is elismert rend, tehát nem csupán egyesület, hanem valóban rend. Egyrészt, másrészt pedig azért is fontos az ő személye, mert ő egyenesági leszármazottja József nádornak, tehát a Habsburgok úgynevezett magyar ágának, és egyenesági leszármazottja József főhercegnek, József Ágost főhercegnek, aki Horthy után a második főkapitánya volt ennek a rendnek. Tehát a mi legitimitásunkat is erősíti ez a körülmény, hogy egy ilyen kiváló ember a főkapitányunk, és természetesen azok a vitézek, akiket ő avat, azok egy kicsit talán
érezhetik ezt a minőséget, érezhetik ezt a megtiszteltetést, hogy nem akárki avatja őket. A szombati avatáson a vitézek arra esküdtek, hogy a rend törvényeit megtartják. A magyar hazát, a honfitársakat a külső és belső ellenséggel szemben megvédik. Az új rendtagok elismerést, oklevelet és vitézi jelvényt kaptak az emlékezetes nap alkalmából. Ez mindenek előtt azért fontos, vagy azt jelentheti a számára, hogy a saját személyében, a saját magatartásában kell méltóvá válnia ehhez a címhez, és tulajdonképpen ennek számos jelét adhatja a saját szűkebb környezetében is, vagy a tágabb környezetben is, példát mutathat, hogy akár erkölcsi tartásban, akár a szellemieket tekintve, hogy ő valóban valamilyen fontos szerepet tölt be. Na most ennek valóban a hétköznapi életben különösebb jele nem nincs ezen túlmenően, mert hiszen ezek a kivételes alkalmak azok, amikor egy vitéz megmutathatja magát. Ugye a külsőségek ugye nem a legfontosabbak, de azért hozzátartoznak a hagyományőrzéshez, és úgy gondolom, hogy minden vitéz tulajdonképpen valamit át tud adni abból a szellemiségből, amit ő képvisel, és tudhatni azokra, akikkel kapcsolatba kerül. Bánó Attila vitézrend székkapitánya, maga is vitéz, kitüntetései különlegesek. Március 15-e alkalmából kaptam meg Áder János köztársasági elnöktől a Magyar Arany Érdemkeresztet. Az van itt legfölül, és az alatta lévőt, azt 20 évvel ezelőtt kaptam az igazolt Magyar Szabadságharcos Világszövetségtől, ez pedig a Hűség a hazáért érdemkereszt, alatta pedig a vitézi rend nagy jelvénye. Tehát én tavaly lettem vitézé avatva, és hát így öreg fejjel is megtiszteltetésnek érzem, már csak azért is, mert a családunk a két világháború között már 6 vitézt adott ennek a rendnek, tehát én a 7. vagyok, és hát örülök, hogy folytatódott ez a hagyomány. Korábban férfiágon öröklődött a cím, de mára nők is megkaphatják az elismerést. Most már a szabályok felhígultak, hogy úgy mondjam, tehát most már a hölgyek is örökölhetik, és itt két fontos szempont van. Nem kell feltétlenül leszármazottnak lenni ma már. Ha valaki a saját személyében, a saját munkásságával méltóvá válik erre a címre, akkor jelentkezhet, és az elbírálás is pozitív lehet. A másik persze ez a fajta kötődés, ha családilag is van valamilyen kapcsolat, és ebben az esetben ugye mondhatom, hogy én örömmel gondolok arra, hogy édesapám elsőfokú unokatestvére volt Bánó Kálmán altábornagy, aki az első számú vitézi törzsszéknek volt a törzskapitánya 24 éven keresztül, 1920-tól 1944-ig. Horthy Miklós szavaival élve, a vitézi rendnek 3-as célja van: jutalmazni a vitézséggel párosult honfi erényt, megtartani a nagy idők legjobbjait és biztosítani a hősök nemzetségének fennmaradását. Ezt a 3-as célt a mai napig tartják a vitézi rend tagjai. Kedves nézőink, ez volt ma a 35 perc. Legközelebb jövő hétfőn várjuk Önöket fontos, a megyét érintő témákkal. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!